piros lámpánál várakoznak az autók a belső körút felől. A vezetők már csak zöld jelzésnél hajthatnak ki jobbra a nagy körútra, vagy folytathatják útjukat a Bújtosi Park felé vezető szakaszon. Április közepén kezdődtek meg a munkálatok ezen a területen, amelynek eredményeképp jelző lámpás csomóponttá alakult át a nagy körút és a belső körút kereszteződése. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a projekt átadó ünnepségén azt mondta, az átalakítást a korábbi évek nagy, több esetben halálos kimenetelű balesetei indokolták. Tehát a közlekedés biztonsága miatt indokolt ez a csomópont építés, másrészt a közlekedés folyamatossága is szempont, mert hogy a Bújtosi Városliget ilyen népszerű lett a felújítás után, nagyon sok ember jár ide, biciklivel, gyalog, kocsival, ezért még inkább fontosak ezek a szempontok. És említettem, hogy ez is egy komplex, tehát a komplexitás jellemző a városi fejlesztésekre, a közúti infrafejlesztésekre is. Ugye ez egy olyan több elemből álló csomag volt, amire 821 milliót nyertünk 100%-os támogatást. Ebből épült meg a Család utca belső körút csomópont a körforgalom, és a Család utca Szalag utca csomópont is, tehát, és még kerékpáros fejlesztések Sóston. A projekt részeként tehát Örökösföld határán a Család utca és a belső körút csomópontja is átalakult. A biztonságos és folytonosabb közlekedést körforgalom biztosítja ezen a helyszínen. Nyíregyházán egyébként idén számos ponton javultak a közlekedési feltételek. Több milliárd forintos értékben voltak és vannak folyamatban fejlesztések a vármegye székhelyen. Átadtuk a Kertvárosban nagyon fontos utat, ott van szintén a Kertvárosban a csomópontépítés, a Tiszta-Derkovics utca és a laktanyaépítés, az is 1,5 milliárd, a volt laktanya területén a barnamezős beruházás, a Szélsőbokori út az 920 millió volt, tehát azért tudjuk azt, hogy nincsenek most nagyon kedvező körülmények a fejlesztésekhez, de itt mégis ezek történnek. És a másik, hogy már régóta szakítottunk azzal a rossz gyakorlattal, hogy iskolakezdésnél kezdődött az építés, és izgultak, hogy karácsony előtt, vagy az aszfaltüzemek bezárásakor be tudják-e fejezni. Ugye itt az április 6-án kezdődött, ma elkészült. Egyébként minden közúti infrastruktúra fejlesztésünk határideje általában a tanévkezdés. A nagykörút és a belső körút új jelzőlámpás kereszteződésében megváltoztak a kanyarodás szabályai is. Ez alapján a nagykörútról nagy ívben balra kanyarodni kizárólag a temető irányából érkező autósoknak lehetséges. A nagykörút másik irányából, valamint a belső körút két szakaszáról érkezők számára tiltott a balra kanyarodás. Az új szabályra táblák figyelmeztetnek, a rutinból közlekedőknek azonban érdemes fokozottan figyelniük az átalakult csomópontban.